Üdvözlök mindenkit a Kisvárda Master Gudese, Albafehérvár KFC mérkőzés sajtótájékoztatóján. Üdvözlöm a vendégcsapat vezetőedzőjét Józsa Krisztiánt és játékosát Tristuk Krisztinát, a hazai csapat vezetőedzőjét Bakó Botondot és játékosát Pásztor Betinát. Megkérném a vendégcsapat vezetőedzőjét Józsa Krisztiánt, értékelje a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy végletekig kiérezett találkozót játszottunk egy nagyon jó csapat ellen. Készültünk nagyon sokat erre a mérkőzésre, igazából volt 3 hónapunk sajnos, de egy utólag azt mondom, hogy jó jött nekünk ez a szünet, illetve össze tudtuk rakni a játékunkat. Ez egy ilyen igazi lélekemelő győzelem volt. Az első fél idő végét bizáltuk jobban, igazából egy megnyugtató előnnyel fordultunk, de sajnos a második fél időben ezt le is nulláztuk, a Kisvárda átvette a vezetést, és belementünk egy ilyen igazi adott-kapokba, és ahol a végjátékban nyilván a szerencse is mellénk áll, és egy gólos győzelmet adtunk. Köszönöm. Megkérném Tricsó Krisztiánt, értékelje a találkozót. Sziasztok! Tudom, hogy nehéz meccs lesz. Első fél szerintem jól tudtunk teljesíteni, de a második fél elkezdtünk, szerintem ez nem volt jó, de tudtunk felállni, mint a csapat, és egyszerűen büszke vagyok a csapatról, mint az edzőstől is. Köszönöm. Megkérném a hazai csapat vezetőedzőjét, Bakó Botondot, értékelje a mérkőzést. Köszönöm mindenkit, gratulálok a Fehérvárnak a győzelemhez. Gondolom, hogy egy nagyon sok hibával játszott mérkőzés volt, de várható volt, hogy sok lesz a hiba. Sajnos mi többet hibáztunk picivel, mint az ellenfelünk, és kikaptuk a mérkőzést, nem úgy értünk vissza az 50 nap szünet után, ahogy szerettük volna, de igazából a védekezésen és a kapus teljesítményen kívül a játék többi eleme az nem volt megfelelő színvonalon. Támadásban hiányoltam a kreativitást, a dinamikusabb, gyorsabb játékot, illetve az átlövőktől az átütő erőt. Nagyon-nagyon kevés volt az átlövésgól, betömörültünk, nem voltak előnyszerzések, szóval sok problémám van a támadójátékunkkal. Sajnos 50 napja edzőmeccset sem tudtuk játszani, női csapat ellen, fiúk ellen tudtunk játszani, de az azért más, és ez hiányzott. Nem tudtunk ezzel mit kezdeni, velem felreklamenták az edzőmérkés, de ez most ebben a pillanatban teljesen mindegy. Ezt így kellett volna megoldani, nem sikerült. Nyilván dolgozunk tovább, és építjük tovább, és mérkőzésre mérkőzésre természetesen jobb formába fogunk kerülni. Arra nagyon kell figyelnünk, hogy a játékosaink az önbizalmukat ne veszítsék el. Természetesen azt mondom, hogy egy mérkőzés után nem fogják. Viszont az is biztos, hogy bátrabban kell és dinamikusabban kézzelabdázni az, hogy eredményesek legyünk. Köszönöm. Megkérném Pásztor Betinát, értékelje a találkozót. Rengeteget készültünk mi is a mérkőzésre, és nagyon örültünk, hogy még játszhatunk. Sajnos ezt így éreztem is magunkon, hogy nagyon-nagyon akartunk és küzdöttük, ez egy kicsit sajnos átment bölcsességbe, így főleg a támadásba is. Már a védekezés nekem nagyon tetszett, nagyon összeálltak előttem a lányok, és így nekem is rengeteget segítettek. Hát csalódott mindenki nagyon, tehát nagyon szomorúak vagyunk, mert tényleg nagyon-nagyon vártam mindenki a meccset, és többet éreztünk a mérkőzésben. Gratulálunk! Köszönjük!